Jó reggelt! Kivirágos, virradatos, tulipános, influenza és járványmentes. Jó, na! napot kívánunk mindenkinek. Azt hittem, azt mondod, hogy infernóban gazdag jó reggelt kívánok. Ezt föl is írom. Fussál bele a felhőbe, egy infernós felhőbe. Igen, és, és ami hallatszik, illetve hogy nem hallatszik, az az, hogy mújó kidőlt a sorból. Sajnos múló búgó hangjától megfosztott közönségünknek szeretnénk ezúton is elnézést kérni, hogy nem fogtok tudni aludni mújó hangjára. Most beszéltem vele telefonon, szerintem... Most emberi a hangja, tehát nem ez a műbúgó, hanem ilyen rekettes jaj, hajfibik, ha nem tudok, nem tudok, nem tudok beszélni. Ez a, akarok én, de nem tudok, vagy tudok én, nem akarok. Tehát egy pár herccel főjebb beszél, mint ahogy szokott, ilyen 20 herccel. Ez egyébként már az egészségre káros, azt remélem vágod. Már hogy mi? A... Hát a nagyon mély ö, hanghullámok, tehát Mujó szerintem így négy hercben is tudja nyomni a, a dörgést, a mő, mormogást. Ez tehát a szubszónikus a, neki. A szubszónikus ö, tartományba beszél egyrészt, másrészt szerintem Erdély közelébe se menjen, érted? Mert a medvé, köcsém ezt a brummogást meghallják, akkor vége van. Tehát medve... Medve, nem is tudom, minek szokták az ilyet mondani. Ez nem az medve a medve gruppen. Figyelj, figy medve lesz. Amit, a, amit az amerikai hadseregben, de egy picit beszúrok, látom, hogy megy a live, 18-an már nézik. Tegyétek meg légy hogy ezt a bejegyzést megosztjátok a párásítóban, mert nem szeretném fogni a sávszélességemet azzal, hogy itt a Facebookot kattingatom, vagy esetleg fifika te. Úgyhogy valaki itt, aki a chatben van, azért mutatok egy oldalra, mert itt itt oldalt van nekem fönn a, a, az élőcset, egy 40 centis plazma. Nem, hülyéskedtem, egy telefonra van kirakva, és ott nézem, tehát valaki ossza meg legyen szíves a párásító. Jó, de azt jó, Mizei Matyi, ha itt vagy, te meg hagyd jóvá, légy szíves, jó? Az új dreadbírónk. Szóval mit kezdtem el mondani? A, a szubszónikus hangokról. Igen, tehát szerintem ezért kell felújítani egyébként mújó környékén mindig ezeket a régi bérházakat, mert mújó hangjával bontja a, a tégla közt a vakolatot, meg a, meg, a, meg, a, meg a kötőanyagot. Szegénykém, hát innen is jobbulás neked mújó, hogyha hallgatod az adást utólag. Igen, 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 és <kül> mély, mély részvétünket fejezzük ki a lakásban lévő összes repedéssel amelyik így kapaszkodik nem tágulok, nem tágulok de megjött mújó basszus és ez ez a kinyílnak hiányzó emléke szívünkben örökké él nem, hát sem, semmi nem, baj a, él nem, még nem, a figura nem. elkezdtem írni a nekrológot, de időbe fölhívtam, mondta, hogy ne írjam ne írjam, mondom jó akkor akkor nem írjuk Matrixnak köszönjük szépen a megosztást zsír. Ö, Mizei Matyinak meg ki kéne tenni? Kiélesíteni? Vagy ha nem, akkor mindjárt megpróbálom én hát, ha még annyit elbírnak itt a bittyeim. Pár ásító. Ez azt jelenti, hogy itt néhányan ásítanak? Kettő darab, kettő darab ásítót jelent. Szó jelen szerint pár én, ásító. Én, én meg te. Így van. Na mi a helyzet Birkailag? Hogy mondod? Mi a helyzet bírkailag? Bírkailag mi a helyzet? <coughs> hát az van, hogy ugye elkezdődött most már az a csörte, hogy elfogyott a fű a legelőn, és minden reggel a kis széna bálából kell tépkednem nekik a szalmát, vagy szé nem szénát, bocsánat, mert szalmaz, nem? Szénát. Illetve hát este ilyen vízcsekkolás van, meg hogy a nyalósó, mert nem tudom, tudtad, hogy a birkák nyalogatják a sót. Igen. Vénkecske ha, is megnyalja ilyet... a sót. A sót, a kecske is, de ez bá... bár Mindegy, hát sót. négy lába van, azt mégis megbotlott Négy lába van, mégse asztal, az Ennyi. csak a birka lehet, <kül> vagy a ló. És uh, szóval minden reggel ez a szaga van most már, hogy a, a, ott kezdek a juhok környékén. Uh, aranyosak szépek, uh, nem tudom, hogy uh, mikor lesz kis bárány. De ha lefiadok, akkor, akkor valószínű, hogy eltökítjük őket a háztól, mert. Uh, a jövőre kert rendezést akarok, és gyakorlatilag most az egész kertet ők uralják. Egyrészt, másrészt meg van egy csomó gyümölcsfa, amelyik így sírdogál a kertbe. Nézd meg, nézd meg, hogy megrágtak! És nem haladnak sehová, mert ugye ezek a, ezek a mocsadékok addig rágnak, amíg két lábra föl tudnak állni. Rohadjon meg De az összes! De, de ott tarrágás van, tehát ott levél nem marad, a fán nem, hogy gyümölcs, <kül> és akkor így úgy, úgy gondoltuk én és a nejem, hogy uh, birkátlanítunk uh, gyakorlatilag, úgyhogy jövőre már nem lesznek itt uh, medve, az legalább nem eszi a vizét, a, a facsemetét, úgyhogy majd látjuk, hogy mi lesz. De ha már így rákérdeztél, hogy mi történt velem a héten, hát hihetetlen mód egyik csodálkozásból a másik csodálkozásba estem. De arról, arról nem biztos, hogy akarok beszélni. Tehát így politikailag, így a. a az alternatív valóságok megélésének borzasztó fájdalmában te egész hétvégén, és bánatomban olyat tettem, amit még soha. Online zenét vásároltam. Elindult a vérrög a szívemen, mert? <laughs> hát, mert ezt nem lehet, tehát nem, én ezt nem bírtam másként kiheverni. Úgyhogy vettem kettő darab Zach Hamzi albumot, ha valaki nem tudna, hogy ki ő, egy igen igen tehetséges filmzene író ember, aki például az eredetben a pörgetyűs jelenet alá ő írta a zenét, és nem a, a film zeneszerzője, akit szintén óriási nagy tartok, de ez a Zach Hamzy, ez, ez, valami eszméletlen jó. Az instrumentációmi című albumát vettem meg, illetve a Ronint, mind a kettőt ajánlom bárkinek, aki szereti az igényes, kicsit elektronikus, kicsit néhol már a, a Deep House-ba hajló rigmusokat, illetve hát ráakadtam kedvenc régi együttesem a, válogatására, és ez az együttes nem más, mint a, nem tudom, hogy kell ejteni, mi mindig jazónak hívtuk. Gondolom, hát, Tóth. Nem, az a gondolom, tudod, egyből tudom, hogy azt kell válaszolnom, hogy nem. Azt se tudom, nem. miről beszélsz. Ne viccelj! hogy írják? Y, y A, Z, O, O. Soha nem hallottam, én kérek elnézést. Only you. Nem. Így se, semmi. Nem. Az Only you a kis nekem egész dolgozta az... föl a, a, a fú, azt az első ilyen, ilyen ö, tehetségkutató vetélkedő zsűriébe volt, és a Rolandnak volt a, a nem is tudom milyen bemutató zenésze, a Piero. Ő dolgozta föl a, a Jazónak az Only You című dalát, Teli Hold címmel. Semmi. Hát, ah. Tuskó vagyok. Jó van. Ennyi, ennyi de gondolom lesz olyan, aki tudja, hogy miről van szó. Na mindegy, tőlük vettem egy Az App Store-ból? Igen, kérlek ó, szépen. Ó, ó, fiatalul! Yes! Yeah. Hova, hova, nem, hova nem aljasodok le, komolyan. Tehát, és akkor föltettem a kis fülest, és végighallgattam mindent, és marha jó volt, mert kivitt ebből a, az iszonyatosan nem is tudom, irreális világból engemet. És veled mi történt, Charlie? Ö, gondolkozom, hogy az ABLS részt egy picit hátrébb rakom majd, ahol át tudunk kötni a, az egyéb történésekbe. És meg szeretném jegyezni, Gyúrián Zsolt megosztotta azt a linket, amiről egyébként a sónócunkban is van téma, ugye a. HVG és ECG elhízás, ezt meg fogjuk említeni majd az adásban. Ö, hogy mi történt velem? Ö, néznem kell hozzá az Excel-t, nem tudom. Hogy... Excel. Táblát. Excelbe vezetem, mi Várj, történt megnézem velem. Megnézem az Excel táblát, mi is igen, történt. Igen, igen. Az optikát ö, kiegyenlítettük, a szállást kiegyenlítettük, a plakátokat kiegyenlítettük, és nálam, nagyon, nagyon übermenő. A karszalagok holnap jönnek, várjál, holnap után jönnek, ha ma szerda van, igen, a, az nem az, az nem az, az uránia ki van fizetve, a fotófal ki van fizetve, a tolmáccsal fölvettem a kapcsolatot, a passzok megvannak, szintén egymillió százalékos faszaság van. Jaj, a passzok, Erről mesélni fogok. Említsd meg, hogy mi van a passz alján, Éron. Ennyit. Jó? Köszi. Oké. Okay. A nyakpántra várunk, az is pénteken jön a Molinó, hát az olyan szinten grandiózus, mint... Ö, nem Na, tudok azt, már. Mesél, azt meséld el, hogy hogy birkoztál meg a Molinóval. <laughs> nem volt... Én ö, mondtam a kollégámnak, hogy gyere már le velem segíteni, É, mert hozzák a molinót, és hogy az 40 kiló meg a tököm tudja. Na hát az egy ember hozta be, ilyen kis 40 kilós csávó volt a molinóval együtt, és fölvittük, akkor úgy nem tűnt durvának, tudod, és, és a folyosón, na mondom, terítsük ki, nézzük már meg. Kiterítettük mindkettőt, koptó koppik, tehát WC ajtótól a szembe levő ajtóig csak molinó volt, és így kigörgetve ez az 5,70 méter, 70, Hú, nem adja vissza a kép. De valaki már írta, hogy a, az ott nem legó emberke lába, úgyhogy az igazi ember lábához lehet hasonlítani. Kurva nagy, kurva nagy. Aztán én ezt a kettőt így tök egyszerűen összetekertem, rá vissza a rá, és irány majd a kocsihoz, mikor a munkával végzek. De a nagy parkolóban álltam, az egy ilyen 6-700 méter, vállamra földobtam, és olyan hosszú volt, hogy nem bírta a saját súlyát, így, így tudod, ilyen V-alakban meghajlott rajtam, és mindig ellenfázisban mozgott hozzám képest, és így egy idő után így éreztem, mint a hinta, így mentem jobbról balra, jobbról balra, hát azért, azért, jó volt berakni a kocsiba, de csak úgy fért be, hogy az üléseket előrehajtottam, úgy bedobtam, aztán irány a nyomda, a nyomdában, ó, hát a poszter is kurva jó fifika, nem tudom neked átadni azt, hogy ott élőben, abban a méretben, azon a papír anyagon milyen barom jól néz ki az is, meg a passz is. Úgyhogy azt is elhoztam, de nem tudom az előző adásban, mondtam-e, hogy, hogy a számlát rosszul állították ki. Villanypárna Egyesület. <laughs> nem, nem, azt nem, nem mondtad, mert az most történt. Tehát ja ez, igen, Villanypárna Egyesület mentem, itt valamiért nem mondom, kész csak, egy baj Végül van. Végül is mert... van értelme, van Igen. értelme. Tehát... Csak úgy elképzelted, hogy, hogy mi zajlik le a fejükbe, hogy nézd már, ennyien vannak, akik villanypárnát használnak, hogy külön egyesületük van. Hallod Gizi, ezek durvák. Ugye mondtam neki, hogy nem lehetne átjavítani, de persze áthúzta. De átírjuk fingópárna egyesület. Várjál, most azon gondolkozom, hova raktam a számlát az lehet, hogy neked még kelleni fog. Ez valószínű, hogy nem igen. Nem tudom, biztos meg lesz, ha nem, akkor majd mit tudom, is én mi lesz. És, de csak ez az egy számla van nálam, amit oda kell. Igen. Úgyhogy azt kiavították, hát hazahoztam, és igen, és lefényképeztem, és elküldtem mindenkinek, akinek lehetett a médiás csoportba, Ironnak is, és, azt írja Éron, hogy és ez pont tegnap volt, mert Blackivel ugye csináltuk a JTR-t, és egyszer csak hú, mondom, az, tudod, az mindig nagy szó, hogyha Éron visszaír, mert az három-négy naponta van egyszer ilyen, ezt el kell kapni a pillanatot. És csak azt látta Black is, hogy, hogy hirtelen nem arra koncentrálok, ami vele a conversation, és írok Éronnak, mert nagyon jó, nagyon jó. Mi is van odaírva alulra? Tudod ez, hogy a Magyarországi Premiért hogy is írtuk? Nem támogatja, hanem bemutatja. Bemutatja. Bemutatja, Igen. és ott volt pont e logó, meg a villanypár egyesület logója. De hogy mi van odaírva? És akkor leírom Éronnak, hogy az van odaírva, és írom neki angolul ezt. Ez nem. Ez nagyon nem jó. Na no, már megint. Mi van? mert hogy ez olyan, mintha, mintha tudod, ilyen cégek anyagilag támogató... Éron, egy. Nem a legyek hordanak össze ennyi pénzt, tehát ez, nem is értem, hogy hogy gondolod, kettő, a legfontosabb része a dolognak, hogy ez nálad ott volt jóváhagyáson. Ott van a link, amin megnézted az összes kreatívot, és, és áment rá, és akkor most kezdjük előről megint, elmondom megint, hogy mi az a villanypára egyesület, elmondom, mi az az elcigitesztek.hu, és, és végül azt mondta, hogy jó, hát végül is, akik, akik amerikaiak, azok úgy se értik, mi van ráírva, hát zseniális, zseniális. Na mindegy, hát ilyenekről kell meggyőzögetni. Tököm ki van. Hát borzasztó. Nehéz ember egyébként. Hát Szétszórtabb, mint mújó, baszki. Szétszórtabb, mint mújó. Mert mondják, hogy mennyi dolga van, én elhiszem, én elhiszem, csak hogyha sok dolga van, akkor ö, ott van mellette a Baxter, ott van a Jimmy, ott van a, a Jason, tehát akkor vegye át ezeket a processzeket, ezeket a folyamatokat más helyette, mert nem lehet ezt így, hogy mindent ő akar kézben tartani, meg jóvá hagyni, meg, meg ö, ö, vadászni a, a, az embert, hogy mikor tud megnézni bármit is. Na mindegy, le van tudva, le van fosva leszarom már, jó, olyan lesz, és kész. Hát mondtam neki, tehát ott van benne, hogy, hogy, hogy egyesület. Én egy rohat reviewer vagyok, aki nem is reviewol, csak podcastel. Tehát nézd meg a weboldat, megkattintottad? Nem, hát azt se tudod, hogy mi ezek, hát, nem támogatjuk, hát mi voltunk az, akik összefogtuk és beszettük a pénzt. Á, reménytelen, reménytelen. Úgyhogy ez volt, és és tegnap volt még egy apróság, ami ugye a podcast kapcsán összeverődött egy kisebb társaság. A hazai, hívjuk uh, producereknek, hívjuk showrunnereknek, hívjuk bármiknek, azok, akik csinálják a, a, a podcasteket, és mi is benne vagyunk, ugye, a pakliban. És uh, tartottunk tegnap egy, uh, egy ilyen hevenyészet uh, összejövetelt... Uh, nem slack hanem a franc se tudja melyik, ja igen, Zenkasterem, és ott összejöttünk egy tizenpáron, és ö, ugyanilyen podcastet csináltunk, gyakorlatilag megbeszéltük, hogy, hogy merre, hogyan, hova tovább a magyar podcast széna, mert hogy ö, az elején úgy indultunk, hogy hát egy 30 valahány podcast van, ami úgy képzeld el, hogy sikerült összevadászni ö, egy hónap alatt 98 élő aktív podcastet Magyarországon. Az rengeteg egyébként, mert azt mondja, én talán egy ilyen hát nem, nem hiszem, hogy húsznál többel találkoztam egyébként. Igen, és erről is beszélgettünk, élő, hogy nehez, élő nehéz, mert ö, azon beszélgettünk, hogy hogy lehetne ezt az egészet bevinni a köztudatba, hogy lehetne ehhez támogatást szerezni, ugye nagy cégekkel Voda, telefo Telefon, hülye vagyok, Telekom, Telekom, és a többi, és a többi. A, a legdurvább az az, hogy magunkat nem merném, tehát mi nagyon-nagyon réteg podcast vagyunk, de a nagy podcastek közül kettőt tudok mondani, akikkel így, így ismerős a hangod, ismerős a hangod. Hát mi kollégák vagyunk. Három telekomos volt ott a, 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 a podcast meetupon, úgyhogy jól megbeszélgettük a dolgokat, hogy mi lesz a jövő, azt majd nem tudjuk, de, de egy ilyen havi egy adásban mindig össze, -össze ülünk, aztán megfejtjük, hogy hogy lehetne tovább. Mert gondolkoztunk itt minden félén, hogy közösen, mint egy egyesület úgy, de, de pont, pont, az egyik srác mondja, hogy hát azért ez az egyesület az nem egy leányáló megcsinálni. Én csak bólogatni tudtam mély hallgatásban, hogy igen, igen, van már tapasztalat benne, hanem is nekem. De valamelyre elindul. Egy, egyrészt, másrészt meg ugye működtetni, föntartani azzal. Ugye, mert azért nehéz, mert hogyha te te valaki nagyokkal akar szerződni, hogy mit tudom is én, ilyen, akármilyen említés, vagy reklám, vagy valami, hát azt ő nem tudja odaadni Kis Pistinek, meg Kovács Józsinak, hanem neki kell a másik oldalra egy egy szervezet. Na most azt meg utána eldönteni, hogy hogyan, mi meg, meg merre, mert, mert tényleg egész más, egy ö, pont az egyik srác csinál egy Kávé, érted? Kávé podcast, hogy ilyen barista dolgok, hogy így darálom, meg hogy őrülöm meg, és hogy tudod, mint amit mi is az elején, hogy hogy lehet erről beszélni, adásokon keresztül. Hát őt az érdekli, és és akkor azt nézik, vagy hallgatják emberek. Beszélgettünk erről is, hogy a, a YouTube mennyire egy ártány, de hát arra jutottunk, hogy haladni kell a, a, az igényekkel, mert igen, sokan. igen, 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 tehát ott hogy ki a... kell szolgálni az igényeket, sajnos igen. ez... mert ott néznek, ott hallgatnak minket, és na mindegy, abban maradtunk, hogy három-négy hetente így összedugjuk a fejünket, aztán, aztán beszélgetünk a témáról, csak én ugye éppen munkahelyen voltam, tehát én nem tudtam applikációból, úgyhogy annyira unpro volt a dolog, hogy a telefonos alkalmazáson keresztül... Történt ez részemről ez a beszélgetés, de mindegy, megvan az anyag, ott van náluk, úgyhogy hamarosan szerintem azt is bedobjuk egy ilyen, egy ilyen különkiadásos részben. Aztán majd más is meghallgathatja, hogy miről beszéltünk. A másik, ami történt velem, hogy hogy elkezdtük, a, elkezdtük azt a szuper-duper titkos tesztet, és azt már meg is állítottuk, mert ö, azt sem mondhatom el, hogy miért. De itt így belógatom a kamerába, hogy egy S7 Edge pihen most itt az asztalon. Nehéz megbarátkoznom vele, nehéz fifika. Borzasztó nehéz. Én, én nem is tudnék egyébként. Tehát... <kül> Legyen ez a te keresztet, Charlie. Na jó, hát annyira nem vagyok meghalva tőle, tehát kiveszem a szimkártyát, visszarakom a normális telefonba, aztán csókolom. Viszont, viszont tegnap szembe jött velem a xiaomi nak az új flagship. Az egy nagyon durva lesz. Ez a. Én szóltam. Én faltól szóltam. falig. Akkor a faltól falig, hogy a, a, a főső kamerát, a front kamerát is letették az aljára. Letették, és hol a hangszóró? Igen, igen, az is. Az is, az szerintem fönt van az élében, vagy én nem tudom. Nincs, nincs, Charlie. Ö, azt a technológiát használják, amit ilyen ö, csontelvezetésnek hívnak. Ja, tehát ez a. Tehát, az a. nem is. Ráteszed a filedre, és, és megrezgeti. megrezgeti úgy a, 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 a csontodat, az agyadat, hogy. Hogy, ja, hogy hallod? Hogy halljad, igen. Nagyon durva az a telefon, tehát ott még a kamerán lehetett volna, szerintem a dupla hátlapi kamerát belecsiszolni, és akkor azt mondom, hogy, uff, basszus, mi ez, mi ez, és az ára, a, a, nem tudom, nézted a, a, a az árakat, tehát, hogy nem, nem szálltak el azért, tehát ilyen 140-150 ezer forint kör. Jó, a Jújanos árakról beszélünk most, nyilván, ha bekerül hozzánk, akkor sokkal drágább lesz. De gyönyörű, de gyönyörű. Hú, és tudod, melyik tetszett? Én nem vagyok egy ilyen bizsú őrült, meg egy ilyen szivárvány fiú, de az az aranykeretes kamera bassza meg. Az nagyon jó néz ki. A szivárvány a fiú. a póni. Igen, igen. Az nagyon jó néz ki. Tehát zsír. Hát, hogy nem működik az <coughs> elektronikus cigarettám, mert az aksila van merülve. Na, úgyhogy ezek történtek velem a héten, aztán akár mehetünk is. A... Ne kérdezz már meg, hogy. És még mi történt velem? És még mi történt veled? Megjött a csomagom. Melyik csomagra gondolsz? Á, ah, nem mondhatom el, hogy honnan jött meg, de meg, megjött a csomagom, aminek nem kellett volna egyébként megjönnie. És. Uh, hát. Uh, Hi hihetetlen kalandokba volt részem, tehát uh, egyrészt uh, énnek nekem be kell, hogy valljam, hogy soha nem volt, nem tudom, hogy jól ejtem -e ezt a uh, kategóriát, hogy squanker. Squanker. De mondjuk már squanker. bottom feedernek, mert... Vagy nevezzük bottom feedernek, mert szerintem... Jó, az iStick-nak a, a pikója jött meg, ami ami ugye boton feeder, és arra az van írva, hogy uh, squanker egyébként. Na, megjött, és nekem soha nem volt ilyen készülékem, úgyhogy háromszor égettem meg a tekerést, úgy, úgy ahogy az a nagykönyve meg van írva, mert hogy nem nyomkodtam alul eléggé a, a tartályt, de meg kell mondanom, hogy valószínűleg nem lesz napi használatban a szívem csücske, tehát vagy még, vagy még barátkoznunk kell egy egy kicsit vele, de de, na szóval érdekes, meg izgalmas, meg finom, meg nem tudom én, mi csak hozzá kell szoknom, gondolom én. Hát az a, a, de ha a használathoz tudok tuc. adni neked tanácsot, a, a, a flaskát azt, azt én nem úgy szoktam nyomni, hogy megnyomom, elengedem, hanem. Lassan pumpálom, azt már tudom, hogy belülről a kazán már megtelítődik, megtel, és hagyom egy picit, hogy megszívja magát, és utána szépen lassan elengedem. És, bocsánat, én ö, is olyan ö, figiri fasz vagyok, mint Klervoj, hogy ö, a BF cuccaimban üvegszál van. Ilyen borzasztó, bonyolult, 0-20-as üvegszál, márhogy a. a Kantál 020-as és egy darab, egy darab mondjuk kettes, kettőfeles vagy hármas üvegszára tekerve, és akkor ez így bőven pont jó. És még mindig nem uh, tudom, ez, hogy mikor fogják hogy az üvegszállam, mert ez egy egy tekerés, az körülbelül 6 mm. Ez, ez volt a, a következő gondolatom, hogy ugye vattáztam úgyhogy a két oszlop között, hátrafelé visszadugtam a vattát, és akkor pont a vatta alatt jön fel a folyadék, úgyhogy ilyen, tehát gyorsan nem is tudom, tehát ezt lassan tudom nyomni, és akkor, tehát így nézegettem egy jó darabig. Hogy Ez ezt, milyen kazánban uh, használod ezt? Hogyan is van? Origen Little Dripper. Várjál, széthúzom az enyém, hogy én hogy használom. Adásban? Hú, de... Aha, hát én is ebbe... úgy csinálom, ugye csak üvegszállal, és az, az ö, ö, engedi és maga ez, között. Ez, a, a ez volt a következő gondolatom, hogy üvegszállal fogom kipróbálni, mert biztos, hogy más ízeket fog adni, mint a, a vatta. Mindjárt megmutatom azoknak, akik nézik esetleg a, az adást, hogy így néz ki nekem a tekerés belülről. Ja, hát én lehet azzal is játszani bőven, kérdez meg keller kócost. Na egyébként jó a cucc, tehát maga a készüléke, semmi problémám nincs, esetleg annyi, hogy ezt mi a picsájén nem lehetett kihozni ezt a sima. Tehát én tudod ilyen, én a faéknek vagyok a, a híve. Tehát nekem nem kell 5 millió wattot mutasson meg, meg mindenféle húzalhoz be lehessen állítani, meg előízzítson, meg nem tudom én videójátékot lehessen játszani a kijelzőjén. <kül> és ez pont annyit tud, amennyit kell, gyakorlatilag egy elektronikus kapcsolós meha. És nézegettem a készüléket, ú, mondom, ide le kéne tenni a zajára, érted a, a és milyen kis, kis cuki cucc lenne belőle, de lehet, hogy egyszer rászánom magam, és akkor meg ezt ergálom, úgy, hogy úgy nézzen ki. <kül> mert egyébként meg... Tehát nekem a, 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 készülék az önmagában tetszik, mert ugye pikóból van egy normális pikom, amit éjjel nappal használok. De ennyi. Ha, Már ennyi volt a, a nagy szaga. Ja, és hogy erre vártam, durván négy hetet, és tudod, így folyamatosan néz, néztem, a na most hol van, na most hol van, na most hol van. A kolléganőm az rendelt ilyen köröm uh, uh, matricákat, meg mindenféle szart, azt visszaküldték a picsába. Hát gyönyörű. Hát az... Még és amit ez, elfelejtettem, ez már... igen. Ez már neki a második csomagja, és ne nem tudunk rájönni, hogy, hogy... Miért, miért, akad el a vámon, és megy vissza, holott nem tudom én, tíz egy néhány dollár, és ilyen fémlapok vannak benne, amiről ilyen tampon nyomással lehet levenni a mintát a, a építéshez, és kétszer visszament már. Nem tudunk rájönni, hogy mi, tehát hogy mit, mit látnak benne, érted, ami röngen alatt nem tudom én pokolgépnek néz ki, és visszaküldik. Fogalmam sincs. <coughs> Még ami eszembe jutott, hogy tegnap Black-ivel kulák üzemmódba váltottunk, megmutogattuk a modot, de most aki esetleg tegnap nem látta, annak megmutatom most is adás közben, hogy, hogy itt van az a stabfa cucmák, ami a Frost mod box névre hallgat, és eszeveszett 11 watton használom a 40-ből, úgyhogy de gyönyörű egyébként maga a kinézete a játékosunknak, ilyen kékes színe van a másik oldalán, meg, meg benne van ugye a fémcső, és, 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 ott lehet az aksit cserélni, ugye ez nem, nem rendelkezik USB portal, egy hibája van nekem, hogy nem tetszik, hogy a felső kapcsolója az teljesen zseniál, Fókusz! Nincs fókusz. De mikor focus. kimondom, hogy fókusz, akkor mindig eltalálja utána, de most nem ilyet meg. Na mindegy. Az alsó gombja az meg az a, az a bazári, mint a hanán volt. Várjál. Ez az igénytelen kapcsoló. Az a kicsi, kicsi, igen. kicsi, igen, kicsi a kis golyó gombja. alakú. Igen, igen, igen. <coughs> Úgyhogy most visszatekerem azt a kazánt, amit még nem mutathatunk meg, de majd jövő héten. Jól. Nézzétek, VTR-t. Ja, Szabó Kornél Sándor írja, hogy tegnap jött ki a Mi Mix. Igen, arról beszéltünk. Igen, uh, igen, 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 igen. Beindult a téma, tehát abszolút uh, elektromos cigi vonalon. Uh, Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Uh, <laughs> én is majdnem Redmi-t vettem egy hónapja. Első Xiaomi-t annó 2011-ben vettem, akkor heti egyszer lehetett búkolni a weboldalon, és kb. 40 ember tudott leütni egyet, de az sem volt rossz. Ja. Úgyhogy kulákság, rajság, fainság. Ennyi röviden a sztori, illetve nem tudom, bárki is, ha még annyi történt velem, hogy itt van egy ilyen üres tasak, te ezt nem látod, egy ESD vinyós zacskó, és itt van még nekem, azt itt csak így óvatosan mutatom, egy eremás vonalkód, ami sose jó az álmos könyv szerint. <laughs> a nasomban már megint a jó hibás az egyik Winchester, úgyhogy küldhetem ki vissza a németekhez cserére. Picsába. Picsába, picsába. Annyi szerencse van ugye, hogy a, a, a háromból egy döglött most csak meg, úgyhogy, úgyhogy a a raid az viszi, de de sose vagyok komfortos, mikor ki kell húznom a rédből egy kötetet, és várni kell rá mondjuk két hetet, hogy jöjjön a csere. Úgyhogy ennyi. Réd, hány... Réd, Réd hányba öt? vagy? Réd ötbe. Az jó. Az hát az jó. igen, addig, amíg egy vinyó döglik, a... meg a <gül> <Igen>. <gül> 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 ja. igen. Volt már, nem ilyen őszinte kacajom egyébként, mert az sajnos nem az itthoni mókázós nas volt, hanem a a szerver volt, és azért ott, mikor két vinyó hirtelen ugyanolyan betszektorokat kezd el dobálni, akkor, akkor baj van. É, a baj volt egyébként, baj volt a, egyébként. Egyszer mondta az egyik ismerősöm, nagy biztonságú rendszere van, réd egybe van kötve a két az... <sírt> <sírt> Jó van, metávilla. Mondtam neki, akkor ez nem hot swap. De, de, ja, 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 oké. Okay. <sírt> Jó Istenem. Elindult, elindult a, az üzenőfalon a háború, milyen telefont és miért az jó. Srácok, nem kell itt ö, ezen vitázni, nekem az iPhone tökéletes, mellette itt van még ez, meg még van egy Xiaomi, azt már csak te tudod, hogy mi, mi? Redmi 1-es, vagy 2-es, nem, nem tudom. Nem, 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 nem. Szerintem neked ö, ö, Red, Redmi 2-d van, Charlie. De valami esbetű is van benne egyébként a, a Google Play szerint. Na mindegy. Szóval ilyen három telefon van, aztán aztán ennyi. Hát nem kell ezen hitvitát csinálni, használni kell őket, az jó van. Azt mondja én szerintem se egyébként. Tehát ak akinek van, van rá pénze, lehetősége, nem tudom én, az nyilván iPhone-t fog venni. Akinek nincs, az onnantól kezdődnek egyébként igazán a, a hitviták, de én azt látom, hogy most a, a ferde közül a, a Xiaomi és a, a Huawei, amelyik tolja a szekeret, a többi az meg kulog Hát utanna. ha már, ha már úriember vagy és xiaomi mondasz, akkor mondjad Huawei-nak, wow de egyébként Xiaomi. Xiaomi, és Xiaomi. Xiaomi a Huawei, tudod, az igazából. Ja, Te, oh, Huawei. Huawei. Na mindegy, az... nyilván így, így elterjed, de uh, nálunk az Huawei, de a hülyevej az, az szerintem abszolút uh, jó cuccokkal jön ki, és még nem nyúlt mellé, úgy, mint mondjuk a samsung Slamó Sándor Junior kérdezte, hogy milyen vinyó lehet, hogy tudsz. Kérlek szépen Samsung helyett Western Digital VD Red NAS Storage dedikált vinyó, de az az igazság, hogy ez, ez, ez ilyen csere vinyó, mert még gar is hogy ha te ki tudod nekem cserélni, akkor jó, és várom a kommentet. Egyébként meg, meg megy Németországba. Mizei Matyi azt írja, hogy Reméltem, hogy Vinyót upgrade-eltél, hogy jöhessenek a 10 L-ás podcastek. Hát azt mindenféleképpen szeretnék. Mennyi az? 20 órás adásokat. Zseniálisak vagytok. Hát végül is... Végül is az összejön. Így van. Gondolkoztunk egyébként... Na, belecsapjunk Charlie a lecsóba? Belecsaphatunk. Akkor nem mondom, hogy mit akartam mondani, de... De, de mondja. Nem, az, az abszolút egy ilyen off-topic volt, ö, ugye a podcastelés, meg hogy hogy, és ugye beszélgettük azt is, hogy van ott a podcasterek közül olyan showrunner, akinek van stúdió, tehát stúdiója, mert azzal foglalkozik, és akkor, hogy ilyen beülős podcast felvételt is tudnánk csinálni, ilyen önköltségi 2000 forint per óra áron, csak viszonylag nehéz lenne megoldani, hogy te minden héten felgyere. Úgyhogy maradunk a, yes. a jól bevált. Ö, ö, workflow-nál, hogy így fogalmazzak. Ne ijedgessé, Dreddi, hogy neked is akad vagy nálam a gond, mert, mert itt mindennek jónak kell lennie. Jó, figyelj, kezdjük el. A csapás irányt azt jelöljük ki szerintem a milliárd élettel, aztán utána, utána mehetünk tovább még. Vannak olyan témák, amiket meg görgetünk itt magunk előtt, nem tudom már mióta. Jó? Jó. Az első és a legfontosabb, ma is kaptam üzenetet, hogy nem lett még neki jóvá írva a befizetése. És már az első kérdésben sikerül az ilyeneket ö, konkretizálni, mert hogy ö, valamikor tizedike előtt ö, csapott le a támogatásra, és sikerült 25-én befizetnie reménytelen. Tehát amikor 11-én, 12-én elfogytak a jegyek, ahhoz képest is eltelt már 14 nap, 13 nap, tehát várólista. És megint csak azt tudjuk mondani, hogy várólisták majd 31 -e után után frissülnek, de már ú, nem hívtam föl, na majd holnap. Mert ugye elértem a Zaher Gábort, csak ő külföldön volt, ugye, amit mondtam, vagy nem mondtam, nem tudom. Igen, igen, igen. Őt igen. csütörtökön fölhívom, viszont az Angyal Miklóst elértem, és nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltunk rá, és, és ő élne is az invájtal. Úgyhogy, ja. És... úton is köszönjük neki a, az eddig végzett munkáját, illetve azt, hogy jelen lesz. <coughs> azt, a... Hát azt még nem mondjuk el, vagy elmondjuk, hogy, a, hogy amit mondtam neked tegnap, hogy milyen celebet... Uh, én... nem, 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 Charlie. Én, én nyugodtan akarok 12-ig aludni. Jó. Jó. Oké, okay. magyar celebről beszél. Az legyen mindenkinek meg, meglepetés. Utána úgy is leszünk bunkózva, uh, ha összejön, ha nem jön össze, akkor meg... Uh, fedje a, a feledés jótékony uh, fájtla ezt a ezt a Én nem gondolnám annyira félrelépésnek egyébként. Én se én se tehát, figy tehát megmagyarázni meg Hát csak meg azért, tudom. mert hogy az egészség nagykövete egyébként, tehát ilyen egészséges dolgokkal Igen. foglalkozik. Na de akkor, ha már celebek meg bejelentések, akkor Éront sikerült végre addig basztatni, hogy azt mondta, jó, jó, írjad akkor ki, írjad ki. Úgyhogy sikerült, sikerült kipréselni belőle. Nem mondod. Hogy igen, Hihatatlan. igen, igen. Várjál, huvi ki. RTL Klub házon kívül nem. Ez csak itt közben olvasgatom a kommenteket. Kezdem alulról a sort. Ugye ami biztos, hogy Aaron és Jennifer Bieber jön, a két gyerek jön, és akiket Jimmy Jake Show jön, ő, ugye ő az másik producere a, az egész történetnek, és nem Norbi lesz, Horvát Szabolcs, nyugodj meg. Habár lehet, hogy még Norbinál is rosszabb. Igen. Szóval a másik három sztár vendég pedig, lehet, hogy senkinek nem mond semmit, viszont ö, ö, jön a két zeneszerző, akik egyébként élőben, élesben, ö, privátban zenészek, tehát rendes ö, rockzenekar, vagy, vagy mit tudom is én, hogy miben zenélnek ő, ö, Steve Pitzl és Timothy Wolf, ilyen, ilyen 30-as korosztály egyébként mindkét srác, és, és aki től majdnem azt mondtam, hogy Éron, de nem, hanem én is, meg Krisztián is a, egy, egy megindult a nadrágunkban, mikor, mikor, a nevét megemlítette Éron, az pedig ö, ö, nem más volt, mint, ö, mint Steve Görlitz, aki, akit, hogyha így mondom, hogy Steve Görlitz nem sok mindenkinek mond bármit is, ö, de ha azt mondjuk, hogy ö, Winston Man, akkor, uh, akkor már uh, bizonyos, hogy uh, bocsánat, nem Steve, David. Uh, szóval David Görlitz, ha azt mondjuk, hogy Winston Man, akkor sokkal beszédesebb már a neve. Egyébként aki nem ismeri, ő volt az, aki a reklám arca volt a Winstonnak, a dohány terméknek, és uh, gondoljunk csak bele, hogy volt egy másik haverja, aki a Malboro men volt, de ő nem hagyta abba a dohányzást, és már nincs. Ő 80-ban azt mondta, hogy dupla fakjú nektek, és azóta, azóta hirdeti az igét, és mondja azt, hogy mindenki, aki másképp gondolja a dolgot, mint ő jelen esetben azzal, hogy a dohányzás káros az egészségre, ő elítélte ugye nyilvánosan a, a dohányipart, ő azt mondta, hogy hát akkor nézzétek meg közelebbről azt a testrészemet, ami általában mindig sötétben van, és csókoljátok meg. Úgyhogy ő jön még. Egyébként egy nagyon jóképű, szimpatikus öreg úrnak mondanám, kicsit Oszter Sándorra hajaz a képét, kitettem igen, 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 a, igen. A, a Facebookra is, illetve az ecf re ecf i fórumra. Úgyhogy alakul ez, alakul ez. És végre kimondta Éron is, hogy fix, fix, hogy jönnek, mert le vannak bukolva. Már hogy a repülőjegyek. Közben egy picit kisandítok, és hogy miket próbálnak itt kitalálni. Staller Ilona nem. Staller Ilona. Farszalinos nem, sajnos. Győzike nem. Hajdú Péter nem. Endi Vajna Nem. 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 Nem, tehát ezeket így ki lehet húzni nyugodtan a listáról, de úgysem mondjuk meg, csak ha ott lesz, akkor, akkor ott lesz, hogyha nem lesz ott, akkor meg nem lesz ott, úgyhogy... <coughs> ja, de én, én Davidnek baromira örülök, pár szót beszélgettünk már, szimpia, majdnem azt mondtam, hogy ráz, de hát az apám lehetne, meg lehet, hogy a nagyapám lehetne, úgyhogy Úgyhogy én várom baromira. Ha, jönnek itt az arcok. Azt mondja Szabó Kornél Sándor, hogy én nem te leszel a sztár vendég. Igen. De elvisszük a xiaomi és akkor meg, megfűzheted a romját, vagy valami. Mert ő a, a Miui hú vagy a Xiaomi hú vagy a mit tudom is én milyen doménnak a, az adminja, vagy az oldalnak a, a Miui, azt látogatom én igen, is. Igen, igen. A Miui fórumot. Igen. Innen is köszönöm egyébként azt a rengeteg ö, ö, olvasnivalót és segítséget, amit az a fórum úgy ad azoknak, akik ö, ö, basztatni akarják a telefonjuk romját. Illetve sajnos muszáj, mert a, a gyári romok azok elég katasztrófák amikkel érkeznek ezek a, a xiaomi -k. Ezek ilyen magyarított, meg, meg hát még a, a Hackeltnél is rosszabb kiadások. A kolléganőmnek volt egy ilyen magyarított Roma telefonján, és fél évig engem szidott, hogy milyen szar kamerája, és amikor lecseréltük a a Miui Fórum megfelelő topikját elolvasva, tehát ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, nem? Hogy úgy odamész, és utána olvasol a dolgoknak. Hú, ez kifi. Igen, ez kifi. Lecseréltük rajta a romot, és mit a kicserélték volna a kameráját. Tehát konkrétan azóta van egy hihetetlen jó kamerával rendelkező telefonja. Úgyhogy innen is üdvözlet mindenkinek, aki a a Magyar Műjúi Fórumban tevékenykedik. Látod, mással is vannak olyan ökrök, hogy hogy mások megsegítése véget csinálnak igen, valami igen. munkát, valami hozzáadó értéket még... az internet bugyrához. Vannak még ilyen elvetemült emberek, igen. Ja, úgyhogy ahogy áll a dolog, az most becsukom a szemem, mert úgy könnyebb gondolkozni, de Szerintem jövő héten elkezdem kiszórogatni a, a vonzás körzetemnek a passzokat, ö, és akkor ö, 30, hogy hogy legyen egy roadmap azoknak, akik mondják, hogy nem jutottak be. 31-ig küldtünk ki visszajelzésre várva ö, meghívókat a díszvendégeknek és úgy gondolom, hogy a 31-ét mindenféleképpen meg kell várnunk, mert tényleg csúrig van a, a moziterem, és utána legyen az fifika szerintem, hogy még azt nem tudom, hogy hány napot, de hogy valamennyi nappal utána ki kéne küldeni, vagy akinél telefonszám van, azokat fölhívni személyesen, hogy, hogy mi a túró, mert például Angyal Miklósnak is, tehát nem is levelező szoftverrel, hanem, hanem az én kliensemből küldtem ki a, az e-mailt, és, és furamód neki a spambe landolt, kiküldtem a aki ugyanolyan doménen van, mint ugye a Doki, és ő meg megkapta. És akkor végül is utána ő vitte oda a Dokihoz, mondani, hogy itt van ez, és akkor utána, utána kommunikáltam vele. Tehát lehet, hogy még másnál is ez van, hogy azért nem jelzett csak vissza, mert, mert a spambe landolt neki a dolog úgyhogy meg kell őket szerintem keresnünk, és utána, mondjuk én azt mondanám, hogy 31-e után egy ilyen hetet adjunk erre a dologra, és, és hogyha hetedikéig nincs semmi, akkor utána, utána töltsük föl a, a, a helyeket, vagy nem tudom, hogy te te hogy látod jobbnak, vagy jónak. Én szerintem ezt Csáli, ha a 31-étől én, én két vagy három napot adnék erre az akcióra, és, és negyedikén, ötödikén el kell kezdenünk föltölteni a helyeket. Egyrészt azért, hogy ne essünk abba a hibába, hogy valaki a, azt gondolja, hogy nem, nem kap helyet, de mégis kapna, és mondjuk programot szervez arra a hétvégére, illetve, illetve nem szeretnék tényleg bizonytalanságba tartani embereket, a másik dolog, ami ide kapcsolódik, is, már nagyon sokszor el szerettem volna mondani, hogy az, aki mégsem kap helyet, de befizette a pénzét, annak biztosítunk egy csatornát, ahol jelezheti a visszaigénylését, amennyiben igény tart a befizetésére, és azt minden további nélkül visszautalja az egyesületet. ebből semmilyen, nem is tudom, hátrány vagy vagy megkülönböztetés, vagy bármiféle kár ne érjen senkit. De még egyszer hangsúlyozom, azt szeretnénk, ha ez visszafelé működne, mert egyszerűen tehát tényleg mindent megteszünk azért, hogy hogy mindenkit a megfelelő helyen tartsunk, de, de azért lássuk be, hogy mi is emberek vagyunk, tehát. Uh, annyi segítséget kérünk, hogy aki igényli a visszafizetést, az jelezze nekünk, de erre nyitni fogunk egy csatornát, és ott leírjuk, hogy, hogy, uh, uh, hogy hogyan is kell ezt a visszajelzést megtenni. Valószínűleg nekem, mert én tudok visszafelé utalni. Uh, tényleg a Charlie munkájáról csak annyit meg nem akarom itt uh, uh, nyilvánosan uh, uh, szopkodni, de, de hogy, hogy ami leszervezett meg elvégzett, azután nekem az utalásokkal utána menni sem egy kis feladat, és nyilván tartani, hogy kinek, mikor, mit fizettünk, előleget, utólagot, van számla, nincs számla, proforma jött, nem jött, milyen bankszámla számra, hova, kinek. Szóval tényleg le a kalappal a, a Charlie energiája és szervezőkészsége előtt. Úgyhogy na, ennyi. Tehát nem, nem nyálas lesz a szám, vagy mit tudom én, valami történni fog. Azt hittem, hogy Itt azt mondod, az, hogy gyerekek <laughs> inkább ajánljátok föl, hogy, hogy Csárlinak <laughs> csináljunk egy bronz szobrot, vagy valami, de hát semmi. <gül> <gül> nem is ezért. Azt nem, nem javaslom Csárli, mert mindig az a vége, hogy leszarják a galambok. <laughs> az is igaz. Azt kéne akkor szerintem majd csinálni, hogy ugye, ugye ebből mújóval majd ilyen M plusz egy variációban ki fogjuk generáltatni a, a, az Excel táblát, tehát, hogy a, a, a VIP-k, a díszvendégek, a sajtó, a, az afteros belépők, a sima belépők, és akkor csináltatunk majd egy olyan excel amiben azok szerepelnek, akiknek az utalása beérkezett, de nem jutott nekik hely, és akkor azoknak majd küldünk szerintem egy e-mailt, abban dedikáltan megcímzünk majd, vagy megjelöljük majd, csinálunk egy űrlapot, hogy, hogy vissza tudjanak jelezni, és akkor, és akkor az az űrlap majd hozzád esik be, és akkor <coughs> föl tudod venni velük a kapcsolatot, mert az a baj, hogy hogy látszik egy csomónál, ugye, akik Magyarországról utaltak, hogy hogy ellenoldali számlaszám micsoda, meg mennyit utalt, de van egy csomó ilyen transferványos. Aki... hogy így külföldről utalt, nem, nem, és azoknál. Nem tudunk, nincs. Nem tudunk így így igen. automatikusan visszautalni. Igen, igen, igen. Úgyhogy, ja, meg hát lesz egy olyan opció, hogy mit tudom, és én nem tartok rá igényt, hanem használjátok föl az egyes, mert Ugye ez az Egyesület még mindig az Egyesület számlája, tehát nem a nem a. F. Zoltán, nem még a mi, nem a B. Mi, mi magánszámlánk, igen. Igen, igen, igen. igen. Úgyhogy uh, szerintem... Ez az egyik, Igen. amit mondani szerettem volna. A, a másik az, hogy hogy én soha nem gondoltam volna, a, hogy külön szaga lesz az, hogy valakitől számlát kapjuk, mert fizetni szeretnénk. Hát az... Az urániára gondolsz. <laughs> hát... Kon Konkrétan az uráni eredet, tudok még ilyen cégeket. Ja, várjál, mondani. várjál, az egyik az Uránia, akinek nekem kellett kalapolni, hogy Zsolt, ne haragudj, figyelj már, izév, a szerződés már minden, tehát már mindenhol minden alá van írva, Te meg ti is, fizetnénk. meg mi is. Már annyira fizetné. Igen, csak hogy nem tudunk fizetni, és akkor utána jön egy ilyen sablonlevél, hogy haladéktalanul fizesse. Hát én haladéktalanul eddig is fizettem volna azt meg. Ez az egyik. A másik, hogy tudod, mi a zseniális a másik, a molinó az nem titok egyébként, azt ebben a pillanatban meg tudom mondani, mert akkora császárok vagyunk, hogy a két molinó az összesen 65.728 forint lenne, de nem jött vele számla. Tehát így most van két elkészített kurva nagy molinónk, ami nincs kifizetve. Ráírtam a figurára, hogy nagyon szépen köszönjük, nagyon-nagyon kurva jól néz ki, csak szeretnénk kifizetni ja, ja, tényleg, jó, jó, majd küldök egy izét, egy, egy, egy díjbekérőt, vagy valamit e-mail, meg elektronikusan, de egyébként annyira nem jó a minősége, mert ha ez, ha ez beltéri nyomat lenne, na, akkor, meg stúdió, meg fotóminős, jaj, mondom, hát azért, ja, hát egy hetet lesz de, de ne, tehát egy számlát, egy, szá, egy kurva számlát küldjél, tehát, igen, igen, érted? Tehát nem kell a lóvé, vagy, vagy megkaptuk ajándékba, köszönjük szépen, tehát Semmi gond. Ja. Úgyhogy ez lesz. Ja. De most már legalább minden, minden ki van faszázva, még akkor annyit kell tennem, hogy, hogy a héten vagy jövő héten valamikor bemenni az Urániába, azt már lepontosítottam, még írok valami, ha van esetleg valami ilyen űrlapot, tudod, ilyen szállítólevél, vagy valami, hogy tehát ne az legyen, hogy Hát nem kevés pénz azért 50 ezer forint plakát, meg, meg akkor ez a majdnem 70 ezer forintnyi molinó, hogy, hogy valami átadását átvételivel adjam nekik oda, hogy, hogy rakják ki, mert nem lennék vidám, hogyha elmennék mondjuk három nappal a premier előtt ott és nem lenne kint. És nem lenne. Hát Vagy hát nem az, ide, az lenne hát de nem, nem szóltatok, nem, <höh> nem adtatok semmit. Úgyhogy arra majd valami papírost majd szerintem még lenne értelme. gőzike hol van a molinó? Mi? É. Hát a, ne viccelje már, ha hát birkák fölött az van tetőnek kifaszítva. <laughs> yeah. Ha azt hittem, az már nem kell. Ja. Na hát vannak ilyen ördögi körök. Hmm. Ezek a mi kis uh, piszkos titkaink. A piszkos titkok, amik tudod, mindig azt hiszük, hogy ezek kurva fontos dolgok, de igazából senki más nem érdekel rajtunk kívül. <laughs> Igen. Kérdezzetek valamit egyébként, azért van a cset, meg dobáljátok a lájkokat, ha tetszik. Vagy a Fifikának most dobjatok szívecskéket. Szóval várjuk a kérdéseket. Kis, kis birkákat. De ha már piszkos titkoknál tartunk, tehát én a, a nem is tudom, tehát így a az utóbbi időben azt vettem észre, hogy a, a magyar sajtó bizonyos uh, uh, képviselőinél nincs alább. Érted? Tehát, hogy, hogy ezt nem tudom hova lehet még fokozni, de ezt erről már beszéltünk, csak most uh, ráakadtam egy ilyen, ilyen ékes példára, amit már itt tologatunk hetek óta magunk uh, előtt, hogy hogy lehet egy cikknek olyan címet adni, hogy az e-cigaretták mocskos titka? Érted? Édes Tehát, hogy nem. Na jó, hogy... hát a domént elég megnézni, tudnod kell, pont info. Hogy, hogy ez most, Krisztián <síns> szokta mondani, hogy ez most hogy? <síns> Igen. Hát ez kész. És uh, a cikről uh, egyébként két mondatot nem érdemes uh, uh, beszélni, mert az összes sablon bullshit duma benne van, számos kutatás, meg, meg izé -hozé, meg, és, és itt, szóval itt fakadtam könnyekre, hogy uh, az APS, az Amerikai Pszichológiai Társaság <laughs> kész, ezek, tehát ez olyan, mint a tüdőgyógyász, aki nyilatkozik, mi, egy cigaretta, egy, az, káros, az káros, az káros, látott már egy cigarettát? ha persze, a tévébe, tudja, hogy működik? Fogalmam nincs, akkor honnan tudja, hogy káros, kész. Ó, oh, Istenem, tehát, hogy ilyen, ilyen cikkekkel van búsítelve a, a, és benne van az acrolein, az aldehid, tehát így Komolyan mondom, már lassan összerakhatnánk egy ilyen egy cigaretta bullshit generátort és, és szerintem egy ilyen cikket két másodperc alatt generálnánk számtalan kivitelben. Tehát borzalom, amit sajtó szintjén történik ebben az országban. vagy a, Nem is tudom, a sajtó, sajtónak álcázott dolog. Igen, a másik egyébként, ami, amit már tényleg hetek óta görgetünk magunk előtt, az, hogy hogy ezt mindenki tudta, mert a sajtóban pörgött, és San Diego mellett ismét volt egy rendőr, hát majdnem kivégzést mondtam, de, de nem, de vo kvázi, ne, nem igen. volt fegyver az afroamerikai -am, Afro sofőrnél, aztán mégis volt valami fegyvernek látszó tárgya kezében, ami miatt lőtt a rendőr. Na. Mi volt a kezében? Elektromos cigaretta, Elhiszed? Te elhiszed? Tehát én komolyan mondom, ugye azt tudjuk, hogy, hogy Amerikában igen-igen feszült a, a, a helyzet. Ugye több ilyen eset történt afroamerikaiakkal. És én komolyan mondom, ilyenkor a, a, a rendőröket nem, nem tudom megérteni. Uh, illetve nem tudom, biztos van akkor empátiám, hogy meg tudom érteni, de, de nem értem. Tehát, hogy, hogy a, a 26. ilyen eset fordul elő, nyilván nem mindenki egy cigaretta volt a kezében. De hogy, hogy egy, egyébként egy olyan férfit lőtt le, akihez segítségként hívták a rendőrt. Tehát nem azért hívták ki a rendőrt, hogy lelője, hanem mert ő egy mentálisan zavart ember volt, tehát a rendőr nagyjából tisztában volt a, a, a helyzettel, és ő úgy látta, hogy hogy ez is, elővette a zsebéből az ecg és a rendőr felé fordította és erre lelőtte. Tehát egyszerűen komolyan mondom, ez a, ez a nem, nem, is tudom, szakmai melléfogás csúcsa. <köhem> Szerintem. De nyilván ebből a cikkből, ami minket érint, az az, az hogy szerencsétlennek egy, egy cigaretta volt a kezében, és uh, lehet, hogyha nem lett volna semmi, akkor nem uh, lövik le, de... Várjuk az első cikket, ami csak annyit fog ebből átvenni, hogy az elektromos cigaretta ölt. Mert tulajdonképpen valóban... Igen. Ez történt. Hát ez a napi szomorú volt. Ezt ki is szürkítem akkor... De viszont van egy jó hírünk, amire mi már nagyon-nagyon régóta várunk, és a. hogy is mondjam, az elektromos cigaretta nemzetközi porondjáról, fú de szépen fogalmaztam. Rettentően hiányzott egy olyan szervezet, amelyik az érdekérvényesítő képességét ladba tudja vetni. Ugye azt kell tudni, hogy a, a, a Dohány cégek, azok már nagyon-nagyon régóta ö, különböző ö, nemzetközi szövetségekbe tömörültek. Ilyen például az Esta, amelyik ö, mondjuk a kisebb dohányforgalmazókat tömöríti a, a piacon, és ö, ugye egységben az erő fölkiáltással ö, akár az Európai Parlamentben, akár a döntés, a nemzeti döntéshozó testületekben próbálnak pressziót gyakorolni, akár a szabályozás, akár a piaci fennmaradás érdekében. most ez az, ami, ez a fajta profizmus az, ami eddig hiányzott az e-cigaretta, nem is tudom, piaci résztvevői Től, de most sem, ez, ez nagyon érdekes dolog, hogy most sem a gyártók, forgalmazók tömörültek valamiféle egységbe, hanem a, a felhasználói képviseletek. Gyakorlatilag meg, megalakult a nemzetközi. Hát ezt minek fordítanád? Várj, meg se kattintottam. Network of Nicotine Consumer Organization. Hát a nikotinforgalmazók hálózata. Azok hálózata, de ebben ebben javarészt egyesületek vesznek részt, 11 országból, ha jól számoltam, és ugyanazt próbálják csinálni, amit a, a, a dohánycégek lobby szervezetei, Ugye azt satszoljuk, hogy nagyjából 20 és fél millió fogyasztó van, akik az e mellett tették le a voksukat, és ennek a szervezetnek Inco két ennel írják, Inco a neve, benne van a villanypára egyesület is, amire azért igen-igen igen büszkék vagyunk, és a következő célkitűzései vannak akár a regionális, akár a nemzetközi porondon. Ugye egyrészt próbálják helyre tenni a, a szervezetek, a döntéshozók fejében mi az, hogy alternatív nikotinfogyasztás, mi az, hogy ártalomcsökkentés, stb. stb. Küzdenek azért, hogy a, a, az értékesítésre, a szállításra, a birtoklásra vonatkozó ö, jogszabályok azok ö, ne legyenek túlzóak és aránytalanok, illetve hogy a, az alacsonyabb kockázatú ö, nik nikotin termékek, mint például az e-cigaretta, adói ö, illetve a a, a a velük való bánásmód, vámok, jövedékiadók, szabályozások azok ö, ö, sokkal enyhébbek legyenek, mint a hagyományos dohánytermékek esetén, illetve hát a használatára vonatkozó korlátozások ö, enyhítésére is ö, törekednek. Úgyhogy ö, hál', Isten, én egyébként azt gondolom, hogy már a 24. óra után vagyunk ezzel a történettel, tehát ezt legalább három-négy évvel ezelőtt kellett volna uh, meglépni, és még egyszer mondom, uh, nem, nem, csak a, a, fogyasztói egyesületeknek, hanem a, a gyártóknak, forgalmazóknak is, és lehet, hogy nem lennénk ekkora, uh, hát kimondom, szarban, mint ahogy, uh, ugye most uh, vagyunk. De hát uh, jobb késő, mint soha, úgyhogy uh, innen is uh, üdvözöljük a szervezet megalakulását, és reméljük, hogy a jövőben azért uh, uh, sokkal, de sokkal uh, uh, könnyebb lesz az európai döntéshozók felé nyitni. Úgyhogy ők már a, a, a WHO-val, az FCTC-vel, a, a cop tel ö, fölvették a kapcsolatot, illetve hát a WHO-nál már kopogtattak, és a, a általunk csak SOP-hétnek nevezett ö, ö, csoportosulással is próbálnak szót érteni. Úgyhogy ö, reméljük, hogy valami történni fog nemzetközi porondon is az e-cigaretta megítélésében. Uh, hát ennyi uh, a kvázi uh, jó hír, és uh, uh, hogy még ráfűzzünk a, a, a zsírságra. <laughs> hát, de szépen átvezettem az anyám szentségét. <laughs> Képzeljétek el, megjelent a, a HVG-n egy cikk. A, azt tudni kell egyébként, hogy a, a HVG azon közé, azok közé, a lapok közé tartozik, akik megkerestek minket, mielőtt elkezdtek volna őrült nagy baromságokat leírni az e-cigarettáról egy cikkben. Többször is konzultáltak velünk, Mielőtt a saját elcigarettárs cikküket május környékén megjelentették, és hál' Istennek ez meg is látszódott az akkori írásokon. Én most leosztak egy cikket, hogy van előnye az elciginek, ha van előnye az elciginek, akkor talán ez. És ha hiszitek, hanem amit én már egyébként régóta mondogatok, és egyébként megfigyelhető a fogyasztók. Között az az, hogy a, aki e-cigarettával áll át, ugye ne mondjuk azt, hogy leszokik, hanem hogy áll át egy alternatív nikotinfogyasztásra, annak a hirtelen zabálós súlynövekedése kimarad. Charlie? Igen. Igen, köszönjük szépen tömör válaszodat! de ezt tényleg nem, nem nem tudok erre má, mást mondani, tehát nekem még mindig határeset ez a cikk, hogy nem ír akkor a hülyeséget, de azért na. Következő a, a, a helyzet, ezt nekem olyan ember mondta, aki egyébként ugye nem ért az ecg hez de orvos, tehát a saját szakmájában legalább valamennyire otthon van, és még ráadásul belgyógyász és haiszet, hanem tüdőgyógyász is. Nem tudom, hogy szedte össze a két diplomáját, de ő mondta, hogy az amerikai tüdőgyógyász konferencián ezelőtt, nem tudom, 6-7 évvel, 8 évvel, tök mindegy hány évvel. Uh, kikelt a, az akkori konferencia alelnöke a, a, a leszoktatási módszerek uh, ellen. És ami nagyon furcsa egyébként egy uh, ilyen konferencián. És uh, a, a kirohanás apropója az volt, hogy uh, ők uh, megvizsgálták azt, hogy ha valaki leteszi a cigarettát elnyomja, és mondjuk 56-60 évesen leteszi a cigit, elnyom, és azt mondja, hogy többet ő az életében nem gyújt rá, hogy akkor milyen életkilátásai lesznek. És azt a következtetést vonták le, nem tudom én, ezer ilyen követéses esetet vizsgáltak, azt a következtetést vonták le, hogy nagyjából a kockázat az nem csökkent. Ugyan abba hagyta a dohányzást, de 15-25-30 kilót szedett föl magára, ami a szív- és érrendszeri kockázatot hihetetlen módon megnövelte, és nagy, nagy részükben, mit tudom is én, infartus, agyvérzés, tehát szív- és érrendszeri betegségek vitték el őket, mondjuk a leszokás után három évvel, vagy öt évvel, vagy, vagy hat évvel. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem igazán hosszabbodott meg a várható élettartalmuk. És uh, itt van az e-cigaretta, ami meg úgy néz ki, ez alapján a kutatás alapján, hogy kivédi azt a fajta uh, stresszt, ami persze nem mindenkinél jelentkezik. Mert <laughs> Majd mindjárt mondom, Fifika, alig, alig várom, hogy befejezd. Elnyomja és mondjuk nem szed föl uh, semennyit. De hogy azt a fajta uh, uh, zsírstresszt azt kilövi, ami a, a hirtelen ö, való súlygyarapodással jár. Na mondjad. Elkezdtek kommentelni. Pontosan így van nekem mínusz 3 kiló. Ez a súlynövekedés ebben a formában nem teljesen igaz, mert én az utóbbi 6 hónapban híztam 8 kilót. Válasz, Szavó Kornétól. Ne zabálj! Én 8-at fogytam átállás után. 10 kiló plusz. Szabolcsnak, Horváth Szabolcs, nem szabad lenyelni a mehamodot. Jó rágd meg előtte. Ja, hát igen, 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 tehát itt is embere válogatja. Tehát a, a nikotinnak van egy, egy olyan élettani hatása, ami, től, nem, nem tudom én, e had persze a te is ö, rettentően jót ott. Sajnos nincs itt Krisztián, akinek ö, ö, nem kell, hál' Istennek a nekrológiát, de hogy ő is, ha emlékszel rá, erről beszélt, hogy, hogy ő úgy lett cukorbeteg, hogy abba hagyta a, a dohányzást, és hirtelen felszedett 20 kilót. És beütött még mellé a cukorbetegség, és akkor utána újra visszatért a dohányzáshoz. És akkor le, le tudta uh, adni a. Tehát jön, nyilván embere válogatja, de hogy jön, jön ez az abálási kényszer. A máskor elszívta a 200 cigarettát, és egész este nem volt éhes, vagy nem ettél, mert a nikotinnak van egy ilyen, ilyen uh, éjséget elnyomó hatása, vagy nem, nem tudom. <coughs> és uh, és erre er az e-cigaretta rettentően. Uh, alkalmas, hogy ezt a fajta stresszt kivédje. Azt nem mondom, hogy az egy cigaróta utána, hogy elkezdett csökkenteni a nikotin adagodat, hogy szép lassan nem fogsz följebb jönni egy súlycsoporttal, vagy akár kettővel, de nem lesz egy ilyen, ilyen mint két hónap alatt fölszedek 10 kilót. Című hát ez tervezető. a jó-jó, jó-jó effektus talán egy picit óvatosabb lesz, igen. Márfi Krisztián írta, hogy rajtam nem látszik úgysem plusz-minusz 10 kiló ide vagy oda. <laughs> Szabó kornél, pedig most is eszek. <laughs> hogy ha megengeded, hat csapongja kicsit, mint gólyafos a texasi tornádó sújtotta övezetben. Ó, oh, de szép volt. Így elképzeltem. Epikus, epikus, igen. Ugye mondtam az elején ezt a hogy kommunikáljuk le, hogy, 15 nappal később utaltad, most itt írt az ember, nem mondok direkt nevet, embernek hívjuk. Hívjuk embernek, igen. Az volt az utolsó, hogy ha nem kerülsz sorra, az egyesület visszautalja a pénzt. Válasz, jó, de 11-e előtt kaptam e-mailben a X azonosítót. Akkor ezt továbbadtátok másnak, aki előbb fizetett? Hát nem adtuk tovább, ez... Ez egy furcsa tévképzett mindenkiben, hogy tehát ez nem úgy nézett ki soha, semmikor, hogy foglalja be egy széket, és majd elég másfél hónap múlva fizetni, mert ráérsz, mert mi urak vagyunk, addig, addig majd mi mindent a saját pénzünkből kifizetünk. Hát ez a közösségi finanszírozás lényege. A, a, mindig azt a példát mondjuk, ugye, hogy ö, kazánt meg likvidet se úgy vesz az ember, hogy megrendeli, aztán ö, az már az övé ott a polcon, de nem fizeti ki. Aztán majd, majd valami lesz, és hogyha meg valaki elveszi előle, aki kifizette, akkor, akkor meg értetlenül áll. Egyébként azt mondta, hogy hogy írjuk át majd valahogy, hogy támogatás legyen, és ne utaljuk vissza. Úgyhogy a sorszám miatt majd föl is írom ide, hogy... A sorszámok azok meg egy generált... Ö, ö... Hát egymás után generál, de én már, már mikor ilyen sorszámokat látok, akkor tudom, hogy, hogy ott user error volt. És minden most érkezőnek uh, egy hangos hello. Hello! Hello! És köszönjük a mi kedves patronjainknak is, akik megint hétről hétre csak támogatják azt, hogy mi itt legyünk, és uh, és jelenlétükkel és támogatásukkal emelik a színvonalunkat és az estfényét. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show t keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük! Köszönjük! köszönjük. E, egyszer valaki kérdezte tőlem, hogy ez mivel jár. E, azon kívül, hogy ugye a patrónok e, e, egy bizonyos összeget e, havonta a a, támogat, a párásító podcast támogatására uh, fordítanak. Hát ez azzal jár, barátom, hogy például én ma 16 óra 47 perckor kaptam egy uh, üzenetet, hogy ma este ismét párásító live, egy gyönyörű szép live föliratú képpel, alatt egy check-in-out gombbal, és egy Facebook uh, Link van itt. Uh, és bizony itt van az élő adás a Facebookon. Ez most gyorsan ki is lépek, hogy ne fogja le a sávszélességemet. Hát ez minden ilyen ilyen uh, uh, kényelmes uh, dologgal jár, hogy, hogy mindenről kapunk értesítést meg uh, meg uh, adásmenetet előbb, adásmenetet, stb. stb. Tehát egy csomó ilyen dologgal, amit egyébként a Charlie uh, végez a, a háttérben. <kül> Úgyhogy uh, zsírság, rajság, uh, és uh, ettől jobban érzed magad, gondolom én. Már hogy uh, egyébként a, aki támogat, arra mondod, hogy jobban érzed magad. Igen, igen. Ja, igen, mert igen, én is, de egyébként, igen. Érzik a törődést. Tehát én ezt nem, nem azért látom, mert a, a Charlie olyan jó fej volt, és így átküldte nekem ingyen, hanem azért látom, mert én is patron vagyok a, a párásítóban, és ez, ezért kapom meg ezeket a, az értesítéseket de, de ennyi, tehát nem, nem, kell azt gondolni, hogy minden héten kapunk egy indi, ingyen fasztek utalványt, viszont ettől jobb, jobban érzem magam, én legalábbis. Egyébként ha, ezt gondolom. ez is szóba került a tegnapi podcast kupak tanácson, és ezt is felvetettem, mert rajtunk kívül nem sokan csinálják itthon, viszont akik csinálják, és és próbálnak tartalmat, értéket hozzáadni, azoknak kezd kezdi meghozni a gyümölcsét, tehát látszik a, az elkötelezett támogatói bázis minden szinten, is, és, és mindenki elégedett vele, tehát nem csak a, a, a patronáltak, hanem a támogatók is azokkal a plusz dolgokkal, amiket mögé raknak ők is, vagy mi is, példának okáért. És az az érdekes hogy egyébként, hogy hogy akik meglépik ezt, tehát amikor a Charlie ezt fölvetette, akkor, akkor ugye a Christian az, ha oh, nem, 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 hova gondolsz Charlie? Én, én a magam részéről már patronáltam Romhackert, patronáltam online újságot, amelyik nem a reklámokból tartotta a föld magát, és azt hiszem pont a múlt héten nyomtam meg egy ilyen gombot, szintén egy online újságnak a felületén, amelyiknek a cikkeit egyébként rendszeresen olvasom, és nekem él élmény számba megy olvasni őket, és akkor miért ne tehát mit a 5 dollár, vagy 10 dollár, vagy 3 dollár, most tök mindegy mennyi, de az ember legalább a, a, a munkát így egy picit megbecsüli, ami ö, mögöttük van, és, és ennyi. Tehát semmi ö, óriási dologra nem kell egyébként gondolni. <kül> Egyébként én is így vagyok vele, én én Ray Ortegát támogatom, aki szintén a podcaster, és ő most egy nagyon faszakis projektbe volt, csinált egy házi stúdiót a garázsból. De tudod, az az igazi mindent saját kézzel, a padlótól kezdve a szigetelésig, az ablakcsere, a világítás, az asztal, és ő ezt kommunikálja egyébként ott le. Azon gondolkozom egyébként, hogy lehet, és nincs kizárva, hogy a, a jövőben olyan tartalmat is fogunk publikálni, amit nem fogunk kitenni a csatornára, mert a patron már tudja azt is, hogy onnan onnan podcastet, ami egy pici nehézség a dolog, hogy száz mega, tehát itt nem lehetnek el a hosszúságú adások, de de mindenféleképpen hozzá tudunk tenni annyi pluszt, hogy lehet, hogy hogy a, a, a jövőben a sávszélességünk zabálásának a a határa az lesz, hogy például a patronoknak lesz kiajánlva egy, egy zárt csoport, és csak ők fogják látni mondjuk a, ez, az ilyen élő videós ö, tartalmakat, vagy olyan podcastet csinálunk, ahol nekik beszélünk kicsit, hogy ö, hogy mi van, hogy van. Tehát ilyen 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 benfentes dolgok ö, is lesznek majd lehet ott a közeljövőben. November 12-e után jussunk ezen túl. Jaj, és azt elfelejtettem mondani, hogy én még filmet is patronáltam, nem is egyet már most, hanem kettőt. Na mit gondolsz, melyiket? Star Trek? Nem? Iron Babylon. Sky. Iron Sky. Iron yeah. Sky. A ba Babylon az nem közösségi támogatásból. De mind, azt hittem, de az hogy valaki, valaki le akarja forgatni a következő évadot, és Ficsor Fifika az mondta, hogy éde, pöccintek neked 10 millió dollár. Na, figyelj, az, az Iron Sky az, az gyakorlatilag az első rész, az, az közösségi támogatásból jött létre. Most ha lesz második rész, már pedig lesz, de de ez is közösségi támogatásból jött létre, és, és Isten bizony, hogy így remegett a gombon a kezem, érted? hogy ú, apám, volt egy ilyen, hogy ha befizetsz 100 dollárt, akkor a a DVD kiadáson, a stáb, stáblistán a támogatók között ott lesz a neved. Érted? Igen. És, és megszabták, hogy mit tudom is, én 50 név. Tehát, hogy ez, izé. és tudod, ámaj holnap, másnap visszamentem, és mondom, puff betelt. A kurva nénikéteket, úgyhogy azt hiszem, hogy 50 dollárra támogattam őket a, a, az első részbe, most a más, másodikba is 50 öt, dollárt fizettem be. Én az elsőt megnéztem, én nekem az egyik kedvenc filmem, én rettentően imádom a, a humorukat, meg, meg, az egész milliót. Úgyhogy izgatottan várom a második részt, ami talán jövőre fog a <kül> nagy érdemű elé kerülni. Ennyi. Ledobtam hirtelen a, az az égszíjat. Az egyik csoportban olyanokat találtam, hallott, hogy neki azt, a, azt ajánlotta az angol kereskedő, hogy ez maximum 0,08-ra tekerje. Maximum. És akkor itt egymásnak küldözgetik a Cloud Chaser fotókat, hogy ez egy RX 200S meg az Aspire Clito 120 tankkal 80 watton. Úr, Isten. De érted, aki ekkora vatton akar működni, az miért, miért vesz mehamodot? Vegyél villanyre, Zsolt öcsém! Hát 1200 watt! Hát a, ez, a, ez nem az lesz igazi fényiszméregetés, a... és hallod ez a... Nálam tankolás közben szoktak oda szaladni, hogy kigyulladt valami. Hát ez, ez tényleg very funny, bazd meg. Very funny. Nálam még mindig a csúcs a csávó az, a, akkumulátorra. az Tehát... Várja, várja, kedvenc, kedvenc, figyeld ugyanolyan Samsung 18-650 elemet használok, és ez profimod, ezen igencsak meglepődnék, ha leszedné a fél arcom. Jaj! Láttam én már karom varjút, barátom! isten! Ja, persze, mellé rakva, tudod, ez a handcheck egyből, valami részmeha rajta egy felhőbaszó kazán, és mellette az USA zászlós ö, cseppentgetős flakon. Ó, kérem szépen! Miről? Miről beszélünk? Na mindegy, szerintem egyébként ezek olyan gyerekbetegségek uh, a, az e-cigaretta világában, amit előbb-utóbb ki fog nőni ez a, a kvázi szakma vagy, vagy társaság, és, és én azt gondolom, hogy a, a a helyes irányba fog mindenki előbb-utóbb terelődni. De hát tudod, mint minden uh, ilyen újdonságnál vagy lehetőségnél, el kell menni a határokig, aztán amikor uh, fölrobbant a, a fél arca, akkor majd szépen visszavesz belőle. De, Az nem, Fifika, a de... rosszul látod, itt megírja a srác a frankót. Hidd el, hogy eléggé értek hozzá, de ha nem is tudnék róla semmit, akkor sem lenne semmi baj, mert. Két héttel ezelőtt vettem a Mechmodomat Anglia legnagyobb véperexpóján, az egyik világvezető vép márkájának a standján, Flow lesz zárójelbe, és az a Aksit is ott adták hozzá. Ha ők nem tudják, hogy mit szabad és mit nem, akkor tuti, hogy senki. És akkor itt, <höhö> akkor tuti, hogy senki az elemet, meg hülye szavakat, csak az én szokásom használni tudom, hogy mik az elnevezések, valaki ráírta, hogy és ők mondták, hogy tekerj bele 800 ómot, vagy esetleg azt mondták, hogy zárlatra tekerj. Nem mondták egy szóval semmilyet. Sőt, semmit nem mondtak, de talán próbált ki, hogy egy mehamodba csinálsz 0.25-0.30-as coilt, és utána próbált meg beizzítani. Elárulom, hogy rohadtul nem fog működni, mert egy darab aksitól nem kapja meg azt az energiát, ami elég neki. Visszaírt valaki, jaj, főnök, ne haragudj, én vagyok a hülye. Ja, várj, mégsem. Nulla ötum alatt sosem tekerek, és mégis van elég energia. Fizika, uram, mit csináltál? azt mondja, bocsi, te most egy mechmodról beszélsz? Szerintem összekevered a boxmodokkal, aminek teljesen más a felépítése. Fú, az meg. Hát igen, mert a... És várjál, 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 várjá, figyelj, mindent vivő. Azt írja neki valaki, én nem basszom fel magam, te meg nem fogsz kognitív diszonanciában szenvedni, írja rá a választ az okos, hát én aztán biztos nem igazad van. Főleg nem, ha távol maradok Magyarországtól, ahol az emberek 90%-ának fogalma nincs arról sem, hogy kell egy ilyen gépet bekapcsolni. Érted? Most egy meháról beszélünk, érted? Egy meháról. Jaj, hát... Nem, ez tényleg a pénisz, tehát ez a faszkardozás című fejezet. Mm. Én, én uh, ilyet láttam már sok. Tehát ugyanez ment annak idején, de komolyan. Tehát ez a C64, C plusz 4, Atari még Atari a. Én, ez, én ezeket nem. nem. <laughs> Mi fika bazdok? nem akarom elhinni, hogy ilyen emberek vannak. De, de köztünk járnak, de. az a veszélyes. Igen, igen bocsánat, hogy közbeszóltam, azt mondja, próbáltam már 020 as koillal, de elég nyugdíjas üzembe váltott át. Az a baj, hogy rengeteget számít neki. Egyből megérzi, ha picit is túllépem a 0-15-öt. Azt mondja neki egy életképes egyed. Mi van? Profi mehamod. 0-15 óm alatt szabad csak használni. Ez fizika, bazd meg. Az aksinak is van egy bizonyos áramtűrése, az meg nem játék, nem létezik 18650-es aksi, ami bizonyítottan 20 amper felett biztonságos. A legbiztonságosabb szon, hát azt, ezt így nem írnám alá, hogy a VTC 6 aksi. E, na mindegy. A mehád meg elhiszem, hogy nem kamu kép, csak fura volt, hogy ilyen menő leves van a képen. Persze világos, ezzel használom, ez nem szereti a 0-20-at. Vagy egy dupla aksis mod is, abba viszont persze, hogy minimum 0-35 kell, mert szétolvadna egy pillanat alatt. Rákommentetek, Ombácsi forog a sírjában. 800 adóm, 4 voltal számolva is 50 amper, szerintem szed szét, de nagyon gyorsan. Nem értezte hozzá. Na jó, nem fogok vitatkozni mindenkivel, szerintem keressetek rá YouTube-on például Endless Mod V2-re és társaira, hát ha videó megnézése után rájöttök, miről beszéltek. Baszme. Édes, az a baj, hogy ezeket az embereket ö, úgy tudod meggyőzni. Na srácok, sliceket felhúzni, a versenynek vége. <laughs> Remélem ezt az admin írta. É, nem, nem. Ezt írja a, a, a level infinity csávó. Igen, ismerem Dart Vépert. Ő a fizikai részről beszél, de olyanról nem, hogy kitörölheted a picsádat, ha olyan magas ómszámú koillal próbálkozol, ami még csak fel sem melegszik. Hát írnék neki, ha nem lennék egy lusta dög, hogy nekem a Perszóban, Duálban 0,30 volt az ellenállás, és ez volt a legalja és nem volt lom, ha nem kellett 0,15, meg 0,08! Oh, De hát édes, az, figyelj, 008 az már rövid zárlat közeli. Biztos, hogy a box meg a, a, a csőmod között az a különbség, nem tudom neki milyen van, ebből gondolom, hogy csőmodja van, hogy a csőmodban másképp ö, te, terjed az energia. Érted? Igen, egy dimenzió box, kapunk a... keresztül. <laughs> hát ez két. Hát ezt komolyan mondom, tehát hogy más a szerkezete milyen más szerkezetről beszélsz, bazd meg? Áramkör. Tehát ennyi. Hát és tegyük hozzá, hogy ugye le lett pofázva nagyon sokszor, hogy azért meg kicsi az ellenállás. A, van még a készüléknek millió és egy alkatrésze, ami, ami összeadódik ezzel. És az, hogy neki ott van egy 008 őszegénykém, az kiszámolja, hogy 008, meg most a 42, és akkor az ö, papíron átszalad rajta 38,96 század amper. De nem igaz. Hát veszteség van. Mi a faszér ö, melegíti télen a kezét a talpkapcsoló például? Agyas. Valaki itt írja egyébként, Juhász Gergő, hogy ne értsetek félre, egyértelműen el kell juttatni hozzájuk, hogy idiótaság, amit csinálnak. Anó nekem is tetszett a sok gőz, mondjuk észre csináltam, de mikor rájöttem, hogy mennyivel másabb az íze, egy no, 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 egy normális tanknak, tekerésnek azóta nagyon nem kell más, mondjuk soha nem szívtam semmit, 45 watt felett. És akkor fiúk, élő erő demonstráció, a szokásos 18,8 watton, az a megveszekedett 0,54, 0,54 század, nem 0,00 akármennyi. Nézem magam a kamerám, szép is vagyok, meg, vagy mekkora gőzt tudok fújni. büntető. Kell lenné? Több kommentekbe várjuk. Hát ez kész. Igen, igen, és erről eszünkbe jut az a csávó, aki rá kötötte a, a, a zil, vagy ifa, vagy nem tudom milyen autóakkumulátorra a modot, és micsoda kínél. Az abba pillanatba gyulladt meg, érted, ahogy, ahogy rányomta. Úristen! Isten! jó, egy ideig röhög rajtuk az ember, de, de aztán... Na, aztán csodálkozunk, hogy ö, parasztoknak néznek minket a benzinkúton, meg a buszmegállóban a kisnyugdíjas, meg az anyám kínja. Nézd, ez a paraszt! Hát már megint a pofámba fújja az akkora gőzt, hogy borzasztó. Á? Agyfaszt kapok ezektől. Meg hát nem tudnánk neki megmondani, hiszen ő koillal használja is a megmodot, igen. mert ő Angliában van, és a magyarok 90%-a, na akkor barátom, húzza az az angol leccigi fórumra, és akkor ott mutasd meg, hogy mekkora császár vagy, idióta. Fasz! Ezt kell, hogy mondjam adásban. Kihoztad Na, belőlünk az állatot, te! Ozz, kétszer! Na jó van, Fifika, ö, hagyjuk a témákat szerintem is. Szerintem igen, tehát... Térjünk jobb így, létre. Amit ö, én tettem be, meg... Ö, meg eh, amiről beszélni akartunk. A többi az a mújó eh, dolga lett volna, aztán eh, ahogy följavul az állapot, reméljük jövő héten ilyenkor már köztünk lehet, akkor majd elbúgja, súgja nekünk, hogy mi az, amit ő még eh, fontosnak tartott. Azt csinálhatnánk még, hogy a következő heti adást azt ő csinálna egyedül. Ah, uh, Oké. Okay. <laughs> Zsír, ezt megbeszéltük. Majd mikor itt kopogtat, Charlie, vagy csak mondja, hogy mú, mi meg azt mondjuk, hogy na, csináld meg egyedül, azt küld át az anyagot. És ilyen kis izé lesz, ilyen tévéjáték, tudod, hogy Krisztián majd két hangon beszél saját magával. Ú, tévéjáték. Képzeld, de belekeztem a, a Black Mirrorba. Én azt hittem a izébe, a szomszédokba. Nem, te azt nézted, Charlie? Nem, én a Wokingdedet nézem. Hát, de nem is hallottál róla? vagy, vagy nincs hallottam, is fentnek... hallottam, csak mostanában viszonylag elég kevés idő maradt sorozatokra, meg bármi másra, podcast, podcast, abl, podcast, abl, 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 podcast, abl, podcast, podcast között. A Black, Black Mirror-t azért ajánlanám bárkinek, mert tök mindegy, melyik részét nézi meg, ezek különálló sztorik. Olyan, mint régen volt a, X a Roald dálnak a meghökkentő mesék. Igen. Ha, ha még emlékszel arra igen, igen, a igen. sorozatra. Hihetetlen módon angol, tehát nagyon angol, és csak tényleg így kedvcsinálónak az első részből, hogy éjszaka fölébreztik az angol miniszterelnököt, hogy elrabolták a, a hercegnőt, egy, aki 18 éves, és küldtek egy videót a követelésükkel, és hogy ez csak neki szól. És tud, titkos szolgálat, kocsi, beviszik, bekapcsolják a videót, és a csaj sírva könyörög, és felolvassa az elrablója követelését. Ami az, hogy holnap élőadásban délután 4 órakor megmondja, hogy mely csatornákon euh, élőben dugjon meg egy disznót. Különben meghal. Mármint, hogy a csaj. És hát ez így kurva viccesnek tűnik, de, de a film ugye elkezdi bemutatni azt a, a rendszert, ami elkezd mögötte működni hogy elkezdik mérni a népszerűségét, a titkosszolgálatok ráugranak, elkezdik keresni a fickot. Borzasztó jó. Nekem, nekem rettentően tetszett, úgyhogy ajánlom mindenkinek a Black Mirror-t. Azt hittem, hogy csak ez a disznókúrás volt az, ami megragadta a nem, nem akarom lelőni a poén, de megkúrja. Tehát... <laughs> Én is de ha másik hentelés és levezetésképpen nem tudom, hogy te a Dead-et nézed-e? Nem, nem, de úgy, úgy hallom, hogy be akarják fejezni. Én nem hallottam úgy, sőt, a a hetedik évad első része az egy olyan szinten odabaszós rész volt, hogy még tegnap is csak fogtam a fejem. Na, én értem, tudod, tehát én a képregényt is olvasom tudtam, hogy kinek kell meghalnia, és először nem is értettem, hogy, hogy, hogy miért más halt meg, de az, te, mikor azt látod, hogy az a szöges dróttal körbetekert ütő lelóg rajta egy emberi húscafat körülbelül 15-20 centi hosszan, és körülbelül három percig itt így lóbálózik a, a akkor Hú, tehát itt már ennek a résznek az elején is mondták, hogy ez, ez iszonyat violence van benne, és tényleg csak azok nézzék, akik vagy égyomorra, vagy bírják. Hú, az nagyon kemény volt -e. és, és, utána bejött az, aki igazából a képregény sorozatban meghal, és utána, és utána bejött az, ami, amit én mondtam, hogy hát az, az egy főszereplőt hat évad után kinyírni az kőkemény, a másik, hogy a másikat, a, itt meg, a kezét akarják levágni. Tudtam, hogy a képregényben levágták, de a képregényben nem kell utómunkázni. munkázni. Itt meg, akkor mondom, ezt kinyírják két-három-négy részen belül, mert nem lehet annyit uh, after effect uh, rátolni. Iszonyat pénz meg hát energia. De. És uh, és végül is nem csinálták meg, de de kettő olyan odabaszós, tehát nem, az egész, tehát 45 percen keresztül uh, még a lábújam is görcsbe volt. Hú, az meg, nagyon durva. Nem, spoilerezem el jobban, mert biztos nem mindenki látta még, nézzétek meg, fiúk, mert mindent visz. Úgyhogy ennyi volt az én sorozat élményem a, a héten, meg úgy, hát, ugye hát elkezdődött a Masters of Sex, azt nézted? Ö, nem, nem még, de fogom, mert ö, imádom azt a sorozatot. Ja, de úgy mondom, hogy tehát a, az előző évadokat nézted? Persze, persze. Aha. Jó, ö, zseniális, az is, az is kurva jó. Ö, beindult, de hát most, most Walking Dead lázban égek, úgyhogy keménység van. Jó, Fifika, hát, nélkül is basszus, majdnem egy L-A lett a hosszunk, úgyhogy gyorsan dobjuk a vonalat, droppoljuk a lányt, vagy fogalmazzunk ö, így. Igen. És... Tegy tegyük félre a standet. Igen. Ja nem, én még, még itt, itt van előttem egy másik bézen a, az új foil, <laughs> és akkor még okay. arra építek valami jó bildet, mert ez nem az igazi. <laughs> és, és utána utána akkor jobb létre szenderülök. Úgyhogy ennyi. Behúzzuk a kertkaput. Jövő héten valamikor JTR és podcast, úgyhogy mindenkivel találkozunk. A, annyit hadd mondja kell elő vagy utószóként, hogy ez, ez az egész videós játék, ez, ez senki nem gondolhatja, hogy ezt, ezt, tudjuk csinálni minden héten. Nem is célunk, ezt addig csináljuk, amíg még le nem fut a, 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 film, premier, és utána majd tovább gondoljuk, hogy, hogy mit és hogy lehet ebből Mi is kihozni, legyen. hogy, hogy tehát ez borzasztó erőforrás <laughs> igényes mindenki szempontjából. De jövő héten ugyanígy fogunk találkozni még veletek, hogyha érdekel benneteket, és akkor ö, elbeszélgetünk a már remélhetőleg meggyógyult mújóval is. Úgyhogy mindenkinek köszönjük, aki most még 46-an néznek bennünket élőben, de egyébként ö, ö, hallgattak is. Szóval köszönjük nektek nézők, hallgatók, jövő héten ugyan veletek, ugyanitt. Sziasztok! Lackó Attila Boldog születésnapot! A többieknek pedig boldog gőzülést! Sziasztok! Ú, uh, ezt én is elfelejtettem, és annyira nem volt időm, hogy nem tudtam az üzenőfalat nézni. Lackó Attila, boldog, boldog, boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod! Sziasztok! Sziasztok!